Esélyegyenlőség, kampány, hajrá az EP választások előtt és természetvédelem, ezek a témák is szerepelnek a Híd Televízió mai Barcsi krónikájában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Elérhetőségeink változatlanuk, továbbra is hívhatnak minket a 0670 639 102 7-es számon, ide SMS üzeneteiket is várjuk, de természetesen a Facebookon és e-mailben is elérhető a Barcs Média megszokott címen info@barcsmedia.hu. Kezdésként nézzük a mai krónika témáit képekben. Barcson is megkezdte működését a támogató szolgálat, amely a mozgásukban akadályozottak hétköznapjaiban nyújthat segítséget. Új irodát is kaptak a munkájukhoz az egyesület segítői. Veszteséges vállalkozásból nyereséges lett 5 év alatt a megváltozott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztató Barcstex. A testület legutóbbi ülésén ezt a beszámolót is tárgyalta. A Lehet más a politika Utcai Standon népszerűsítette programját Demeter Mártával. Az LMP egyik célja, hogy az uniós pénzekből ne a nagyvállalatokat támogassák, hanem a kisvállalkozásokat, így helyben tartva a munkaerőt és a hasznot is. Bájer Zsolt betegsége miatt Mentzer Tamás államtitkár érkezett a Kereszténydemokrata Néppárt kampány zárójára Barcsra. Az államtitkár szerint az európai polgárok most először mondhatnak véleményt a bevándorlásról, ami át is színezheti az Európai Parlament politikai térképét. Mára már 200-as állományt számlál a drávaszentesi rackanyáj. A rackák a parlagfű ellen is kiválóan dolgoznak. Megkezdődött a gyermeknapok sora a település részeken. Drávaszentesen és Somogytarnócán vasárnap foglalt lesz a faluháza szavazás miatt, így már vendégül látták a gyerekeket a hétvégén. Megkezdte működését Barcson a támogatói szolgálat a mozgássérültek Somogy megyei egyesületének intézményeként. Személyi ellátást és személyszállítást is igényelhetnek itt a fogyatékkal élők. A szolgálat a várostól kapott irodahelyiséget, amelynek ünnepélyes átadóját az elmúlt héten tartották. Segítő érkezik a Barcson működő támogató szolgálattól egy gondozotthoz. Bea a mozgássérültek Somogy megyei egyesületének koordinálásával végezte el a feladatellátáshoz szükséges képzést, és jelen pillanatban úgynevezett lakáson belüli speciális segítségnyújtást végez. A valamilyen fogyatékkal élők életvitelének megkönnyítése a szolgálat célja, lakáson belüli speciális segítségnyújtással, személyi segítéssel, gondozással, felügyelettel, ügyintézéssel, és lakáson kívüli szolgáltatások, például közszolgáltatások elérésének biztosításával, akadálymentes, speciális gépjárművekkel. Az első támogató szolgálatunkat, amit még nem így hívtak, azt 1986-ban hoztuk létre, akkor még segítőszolgálatnak hívták, majd a 98 évi 26-os az esélyegyenlőségi törvény ezt egy ilyen szociális szolgáltatássá alakította, és hát ez a 6. támogató szolgálatunk, ami Somogy megyében működik, úgyhogy ilyen szempontból Somogy megyében a legnagyobb szolgáltatók vagyunk, minden járásban nyújtunk szolgáltatást, Barcs kivétel volt most, Barcs is bekerült ebbe a szolgáltatási körbe, mint az egyesület által fenntartott 24. szociális intézmény. A támogató szolgálatnak az önkormányzat biztosított helyiséget a Deák iskola volt napközi épületében. Az ünnepélyes átadón mondta el Hegedűs Lajos, hogy az önkormányzat azonnal partner volt a szolgálat indításában, elhelyezésében. Karvalics Otto polgármester pedig azt fogalmazta meg, hogy évtizedek óta működik Barcson a mozgáskorlátozottak helyi csoportja, és a kezdetektől aktívan részt vesznek a város közéletében. Közös együttműködésbe tartoznak a nagy rendezvényeket kísérő játszóházak szervezései és lebonyolítása is. Karvalics Otto úgy fogalmazott, ezek után egyértelmű, hogy a város is segítse és támogassa ezt a civil szervezetet. No és
Ha fenntart egy intézményt a város a rehabilitáltaknak, a mozgásukban korlátozottaknak, akkor miért ne biztosítana helyet egy szolgálatnak is? A mi részünkről adható, azt oda tettük mellé, mert hiszen itt elhangzott az is a Hegedűs úr szájából, vagy a Marikától, vagy egyáltalán részvevőktől, hogy mennyi mindent tudnak ők adni még a városba élő embereknek. Hát fönntartjuk a KFT-t, amelyik 17 embernek ad folyamatos munkát, de ezen kívül részmunkaidőben is egy csomó embert foglalkoztatunk a városba. Tehát ezért mondom, ez sokrétű. Én úgy gondolom, hogy egy közösségnek szüksége van arra, hogy ne rekesszen ki senkit, hanem ahol lehet, ott próbáljon használni, foglalkoztatni. Mégiscsak a lehetőségeinkhez mérten próbálunk segíteni azon, hogy mindenki embernek érezze Barcsó magát. Ennek a szolgáltatásnak az a célja, hogy a családban maradhasson, vagy önállóan élhessen a fogyatékossággal élő ember, és amire szüksége van segítségre, az pedig kaphassa meg egy szolgáltatótól, akár a szállításban, akár az otthoni segítségnyújtásban, akár a mindennapi életvitel segítésében, a társadalmi életben való részvételben, tehát mindabban, amiben ő segítségre szorul, legyen hova fordulnia. Az időzítésnek pedig anyagi okai vannak, a minisztérium most fogadta be a pályázatot, hisz mindenhol nem lehet ilyet létrehozni, csak ahol finanszírozásban is segítséget kap a szervezet. Most helyiség is adódott, ahol a szolgálat székhelye lesz, és mostanra végezték el a képzést a szolgálatban résztvevők is. Van már dolgozónk, aki segítséget tud nyújtani, van gépkocsi, amely szállítani tud, van helyiség, ahova be lehet jönni. Ander Marika itt a telephelyvezető, tehát a részletekről vele lehet egyeztetni, kim van a telefonszáma, meg lehet rendelni a szolgáltatásokat, vegyék igénybe a barcsiak és a barcsi járásban élők. Tehát a támogató szolgáltatás egy személyes gondoskodás nyújtó alapellátásról van szó. Célcsoportja a fogyatékkal élők csoportja, a fogyatékkal élők között is a súlyos fogyatékossággal rendelkezők. Tehát akik rendelkeznek fogyatékossági támogatással, vakok személyi járadékával, emelt összegű családi pótlék valamelyikével. Tulajdonképpen a fogyatékosság típusa mindegy, a látás, hallás, értelmi, mozgásszervi, halmozottan fogyatékosok, pervazív fejlődési rendellenességgel rendelkezők, illetve az egyéb kromoszóma rendellenességgel küzdők is igénybe vehetik. A fogyatékkal élők esetében ma az a cél, hogy minél nagyobb önállósággal élhessék életüket, akár intézményen kívül, akár azon belül élnek. Ehhez most az alapítványok, segítő civil szervezetek, önkormányzatok mellett az állam is nagy segítséget nyújt. Legnagyobb, amelyik most van folyamatban és amelyik fejlesztés alatt van, az, hogy kihozzuk a gondozottakat kisebb csoportokba, és önállóbb életet élhessenek. Ugye ez egy 1,5 milliárdos program csak Barcson, ugye ez Somogy-Tarnóca Barcs, tehát barcsi helyszíneken alakul meg, vagy lesz megépítve. Hát gondolom ez az egyik legnagyobb, amit most pillanatnyit csinálunk. A barcsi járás területén élők is elnyerték azt a jogot, hogy önálló életükhöz megfelelő segítséget kapjanak, és nem csak ők, hanem családjaik is. Hogyha szükséges, a támogató szolgálat munkatársai és gépjárművei rendelkezésre állnak, mozgás, értelmi, halláslátás és halmozottan sérült vagy autista személyek jelentkezését egyaránt várják a szolgálat barcsi irodájában. A városi tulajdonú gazdasági társaságok tavalyi zárását és mérlegét is tárgyalta a barcsi képviselőtestület a munkaterv szerinti ülés keretében. A napi rendek mellett az ANTS átszervezéséről és a barcsi hajó javítási munkálatairól is érkezett kérdés. A Somogy megyei kormányhivatalhoz tartozó, nagyatádi központtal működő ANTS átszervezni a barcsi tevékenységét. Ennek megakadályozásában kérte a segítséget Szalai Balázs alpolgármester a két ülés közti beszámoló kapcsán. Kós Csaba tanácsnok a hajó javítási munkálatairól érdeklődött, a szintén Fidesz-KDNP-s Vekkeli Józsefné pedig a játszóterek javításait kérte számon a szintén fideszes városvezetéstől. Így tehát én ezt kikérem magamnak, hogy én nem tettem lépéseket, és én nem továbbítottam, mert bizony nagyon sokszor továbbítottam a játszóterek állapotára vonatkozóan a helyzetet. Azt sem mondom, hogy kisebb javítások nem történtek meg, mert például a Libikókánál tényleg az a deszka ki lett cserélve, de most
egy csomó felvételem van az akkori időszakról, meg a mostaniról is, a frissről is. Én azt mondom, hogy sürgősen muszáj a játszóterek érdekében valamit lépni. A képviselőnő emellett a közvilágításra, a pocsolyákra is panaszt tett, és szó szerint félelmetesnek nevezte egyes autóutak állapotát. Képviselő összönök ez a hepje, hogy a játszóterekkel foglalkozzon, és ez jó, mert talán még a képzettségéhez is idomul, mert gyerekekhez kapcsolódik. Én úgy gondolom, hogy ezt a játszóteret, amit akkor itt beolvasott, ezt nem láttam. És erre mondtam, hogy nem találkoztam vele a városgazdálkodásnál, a csütörtöki egyeztetéseken, nem találkoztam vele a hivatalba, a titkárságon, ezért mondtam, hogy ha nincs bejelentve, akkor nem is tudunk vele mit kezdeni. Itt hiába jelentjük be, itt én tudom bevinni, akkor úgy, ahogy be is vittük, az igazgató úr jegyezte, és próbált valamit csinálni. Mi azt tudtuk, hogy és ugye ez van, amit a képviselőasszony állít, hogy nem is akarunk vele semmit csinálni, ez így nem igaz. Ezt nekem kell visszautasítani. Ugye mi megpróbáljuk az állagát a játszótereknek fenntartani, hogy a barcsi gyerekek, a barcsi családok használhassák. Én azt mondtam, hogy új játszótér építéséhez 6-10 millió forint kell, és ez azért korlátozott mértékben áll a rendelkezésünkre, már mind a pénz. Természetesen ezért mondtam a központi játszóteret, ugye, hogy azt természetesen meg akarjuk majd csinálni ezzel a sportparkkal együtt, majd a következő lépésbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ilyeneket én nem mondtam. Az, hogy 2018-ban hányszor jó a statisztika különben, meg tudjuk mi is nézni azt, hogy pontosan mikor adta be a képviselőasszony, ugye ezt be tudnánk mi is olvasni. Én úgy gondolom, hogy a képviselőasszony valóban szólt, és ezért mondom, hogy nem egyszer, nem kétszer, valóban meg is tették azokat a lépéseket, amiket meg lehetett és meg kellett ahhoz, hogy ne legyen balesetveszély, hogy használni lehessen, és úgy gondolom, hogy azoknak a nevében, akik ezt meg is a bejelentések után megtették, azt kell mondanom, hogy érzékenyek voltak arra, amit képviselőasszony mondott. Szalai Balázsnak adott válaszában a polgármester kiemelte, nem támogatja a fideszes alpolgármester által kezdeményezett aláírásgyűjtést a közigazgatási átszervezéseket koordináló kormányrendelet ellenében. Nagyatászhoz tartozott a KEAL, és itt volt egy kihelyezett része. Ezt a kihelyezett részt én elmondom, hogy jó lenne, hogyha itt maradna, de ugye kormányrendelet szabályozza az, hogy melyik hivatalnak mi a feladata és mit kell neki elvégezni. Én úgy gondolom, hogy ebben mi véleményt mondhatunk, de ugye amit itt már jöttek, hogy aláírásgyűjtés, most egy kormányrendelettel szembe alpolgármester aláírásgyűjtést kezdjünk. Én úgy gondolom, hogy ez nem helyén való, nem is fogok kezdeni, ezért mondom el testületülésre, hogy nem fogok kezdeni. Ha a közigazgatást így szervezik át, és Nagyatádra tették ezt a lehetőséget, ezt a központot, ezt a szervezési központot, akkor mi csak azt kérhetjük, hogy legyen egy kihelyezett ülés, legyen itt valami képviselet idézőjelbe téve, ügyfélfogadás vagy valami, amit mi természetesen kérünk is, hogy ne kelljen az itteni embereknek bemenni oda. Szalai Balázs válaszában úgy fogalmazott, ő nem mondta, hogy húzzuk ki a kardot, és hangsúlyozta. Százfalvi László országgyűlési képviselő, idézzük, rajta van az ügyön. A testület munkájának nagy részét nem a napi rendek megtárgyalása tette ki. A másfél órás ülés első órájának végére jutottak a napi rendekhez a képviselők. A Bacstex Kft. Eredményességét is tárgyalták. A társaság az év során 45 fő munkavállalót foglalkoztatott, ebből 17 fő volt a megváltozott munkaképességű. A társaságnak hitele nincs, adózott eredménye 5 millió 502 ezer forint. És szeretném még megragadni a szót, hogy köszönetet mondjak a felügyelőbizottság elnökének és két tagjának, Szabadi József úrnak, Kós Csaba úrnak és Szakos Gábor úrnak a felügyelőbizottságban végzett munkájáért és támogatásáért. Köszönöm szépen! 5 év során veszteséges vállalkozásból nyereséges cég lett úgy, hogy az önkormányzatnak nem kellett forrást hozzátennie, ezért az ügyvezető fizetésének emelésére is javaslatot tett a polgármester. A Bacstex ügyvezetőinek jutalmazását 4 tartózkodással fogadta el a testület.
Az LMP országjárása keretében Demeter Márta látogatott el Barcsra. A párt társelnöke szerint az a céljuk, hogy találkozzanak a választópolgárokkal, s megismertessék velük az európai parlamenti programjukat. Országjárásuk keretén belül Somogy megyében is több helyszínen képviseltette magát az LMP, így Barcsra is eljutott a párt társelnöke Demeter Márta, aki az európai parlamenti választások apropóján gyűjtött aláírásokat a Drávamenti városban. Nagyon is van tétje a mostani európai parlamenti választásoknak. Az egyik ilyen tétje az az, hogy a magyar embereknek lesz-e valódi képviselete az Európai Unióban, és hogy azok a kérdések, amik az embereknek a hétköznapjait érintik, azok oda kerülnek-e az unió asztalára, hiszen a jelenlegi kormányzat látszik, hogy nem képviseli a magyar emberek érdekét. Az LMP nem véletlenül mondja azt, hogy az uniós pénzekből is nem a nagy multicégeket kell támogatni, hanem a hazai mikro, kis és közepes vállalkozásokat. Azt szeretnénk, hogyha nem ürülnének ki egész Magyarországon, mint például Somogy megyéből is elképesztő mértékű az elvándorlás, hanem hogy a fiatalok itt vállalkozhassanak, létrehozhassák a saját cégüket, kapjanak pénzt arra, hogy fejlesztenek saját terméket, itt foglalkoztassák a régióban élőket, a megyében élő embereket, és ezeket a termékeket dobják piacra mind Magyarországon, mind pedig segítsen a magyar állam ezeket exportálni külföldre. Nekünk ez lenne a célunk, ez segítene megállítani azt az elképesztő elvándorlást, ami van. A politikus szerint programjuk megvalósításához nélkülözhetetlen a megfelelő képzési programok elindítása, továbbá a jelenlegi bérválság kezelése. Itt Somogy megyében is érezhető az, hogy lényegében a kormány az országnak a versenyképességét a tudatosan alacsonyan tartott bérekre alapozza, ami hatalmas tragédiát okoz, és elképesztő bérválságot. Mi nem véletlenül mondjuk azt, hogy az LMP azért fog harcolni az Európai Unióban, hogy egy közös minimálbér kerüljön bevezetésre. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar minimálbér lényegében megduplázódna, mert azt mondjuk, hogy a magyar emberek tisztességes béreket érdemelnek. Úgyhogy meg kell állítsuk azt az elképesztő elvándorlást, ami jellemzi itt például Somogy megyét is, és hogyha országosan nézzük, akkor évente kb. 35 ezer fiatal hagyja el Magyarországot. Ez lényegében egy Siófok, vagy pedig egy Szekszárd kisváros méretű ember állomány, ami valami egészen elképesztő, rengeteg család szakadt szét, és a diplomásoknak most már a 8%-a külföldön él, nagyon sok magyar pedig sajnos nem is tervezi, hogy hazajöjjön. Éppen ezért indítjuk ezt a célzott programot, aminek része a közös európai minimálbér, a kis és közepes vállalkozások fejlődésének a támogatása, és van egy harmadik eleme, hogy szeretnénk konkrétan hazahívni azokat a szakembereket, családokat, akik a nagy ellátórendszerek újjáépítésében tudnak közreműködni, és szükség van az ő tudásukra ehhez. Ilyen az egészségügy, oktatásnak a területe, a közlekedésnek a területe, úgyhogy szó szerint újjá kell építeni Magyarországot, és ez is a tétje a következő uniós választásnak. Demeter Mártát Ander Balázs jobbikos országgyűlési képviselő, továbbá Szabóné Szendefi Mária az LMP Somogy megyei elnökségi tagja kalauzolta el Barcson. A Drávánál talán a turisztikai hasznosítás lenne érdemes egy kicsit fölpörgetni, mert egy nagyon jó adottságú folyó, de határfolyó, és jó lenne, hogyha ezt ugye kajaktúrákkal, kenutúrákkal, strandolással még jobban ki lehetne használni, mint most. Nagyon fontos szempont az a fenntarthatóság, hogy tényleg itt helyben boldoguljanak a fiatalok, ne kelljen elmenjenek innen Barcsról sem, hanem itt alapíthassanak saját vállalkozásokat, még ha ez egy kis mikrovállalkozás is, és az európai pénzekből ezeket a vállalkozásokat finanszírozzuk. Elképesztően rossz állapotban vannak az utak, itt végül szerte Somogy megyében. Az látszik, hogy bizonyos útszakaszoknak talán a felújítása elindult egyébként nagyon-nagyon sok évet követően, viszont még így is rossz állapotúak az utak, tehát ezt mindenképpen fejleszteni kell. Rengeteg turisztikai fejlesztésre lenne lehetőség. Szerintem ki lehetne használni akár a gyógyvizeket is sokkal-sokkal jobban, mint ahogy ez most történik meg. Demeter Márta szerint nem érdemes a választás eredményét latolgatni, hiszen annak közelsége miatt úgyis hamarosan kiderül, hogy voksoltak a választópolgárok. A politikus szerint pártja garancia lehet arra, hogy a helyi kezdeményezések és a régió szerepének emelése, továbbá annak képviselete valóban megvalósuljon. A folytatásban még mindig EP kampány. Bájár Zsolt betegsége miatt Mencer Tamás államtitkár fórumával zárta az EP választás előtti rendezvények sorát a Kereszténydemokrata Néppárt Barcsi alapszervezete. Mencer Tamás sajtótájékoztatón is összegezte a kormánypártok törekvéseit, amelyet az Európai Parlamentben képviselnének.
Mi úgy gondoljuk, hogy Európa akkor lesz erős és versenyképes, ha erős tagállamokra épül, ezt hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára, aki Lázálomnak nevezte a demokratikus koalíció által hazánkban életre hívott Európai Egyesült Államok gondolatát fórumán. Nem lehet cél, hogy egy egységes masszát hozzunk létre, fogalmazott Menczer Tamás, aki szerint a bevándorlás központi témája a kampánynak. Az európai emberek most mondhatják el először, hogy mit gondolnak erről. Magyarországon már elmondhatták, mert nálunk volt nemzeti konzultáció, volt népszavazás, és jelentős részben az országgyűlési választás is erről szólt, de sok más országban ezzel kapcsolatban nem kérdezték meg az embereket, tehát most el tudják mondani, hogy mit gondolnak erről, és igen, abban bízunk, hogy a mostanihoz képest mindenképpen több olyan politikus lesz az Európai Parlamentben, akik az illegális bevándorlást nem szervezni és támogatni akarják, hanem megállítani. Menczer Tamás szerint a sikeres nemzetállamok Európa sikerének kulcsai is. A mindenben történő egység szerinte nem is járható út. A politikus Lázálomnak nevezte az Európai Egyesült Államok gondolatát. A Gyurcsány párt, a demokratikus koalíció az Európai Egyesült Államok Lázálmát képvisel, és úgy gondolja, hogy ez a jó, mi ezt a leghatározottabban elutasítjuk. Ez egyébként azt mutatja, hogy Gyurcsány Ferenc és pártja és felesége, aki most szintén versenybe száll, minél több jogot akar átadni Brüsszelnek, mi pedig éppen ellenkezőleg meg akarjuk tartani a jogokat nemzeti hatáskörben, mert azt láthattuk az elmúlt években, a migráció kapcsán is és más vonatkozásokban is, hogy Brüsszel rossz válaszokat ad, és a nemzeti megoldások, a nemzeti válaszok működnek. Menczer Tamás rámutatott, a kormánypártok a bevándorlás ellenes erőkkel szövetkeznének az Európai Parlamentben is. Az államtitkár szerint sok olyan politikai erő van ma Európában, amely csak zárt ajtók mögött mondja ki, hogy a bevándorlás nem jó dolog. A magyar kormánypártok szerinte helyzeti előnyben vannak e tekintetben sok más európai politikai erőhöz képest. Mi abban a jó helyzetben vagyunk, hogy nagy a támogatottsága a kormánypártnak, a magyar emberek erős felhatalmazást adtak, és ez adja nekünk a lehetőséget, a talapzatot arra, hogy mi mindig őszintén tudjuk vállalni a véleményünket, és tudjunk a leghatározottabban belemenni azokba a harcokba és konfliktusokba, amelyekbe bele kell menni azért, hogy az országot meg tudjuk védeni. És ezért nagyon fontos az, hogy a mostani választáson is minél többen elmenjenek, és minél többen szavazzanak a kormánypártokra, minél többen szavazzanak arra az álláspontra, amit mi képviselünk, a migráció elutasítására, mert akkor továbbra is a lehető leghatározottabban és a legnagyobb magabiztossággal tudunk ezekben a harcokban részt venni. Menczer Tamás szerint a választási eredmények tükrében érdemes mérlegelni, hogy mely frakcióhoz tud és akar csatlakozni a Fidesz-KDNP, mert jelenleg a néppártban is többségben vannak a bevándorláspárti erők. Az államtitkár hangsúlyozta, nem tudnak olyan koalíciót támogatni, amelyek támogatnák a bevándorlást. Előrehozott gyermeknapi programok várták a hétvégén a kicsiket, és persze kísérőiket is az EP választások miatt. A település részeken ugyanis hagyományosan a faluházakban szavaznak, és az adna helyet a gyermeknapi rendezvényeknek is. Ezeken a helyeken egy héttel korábban ünnepeltek. Így volt ez Somogytarnócán és Drávaszentesen is. Tarnócán május 18-án délelőtt, Drávaszentesen pedig délután szólt minden a legkisebbekről és a picit nagyobbakról is. Futrobog a kicsi kocsi, helyett a gokart Somogytarnócán a faluház előtt, ahol még a 10 órai kezdés sem tudta mindenki kivárni, sorra érkeztek a gyerekek, nagy volt az izgalom, nehogy valamiről lemaradjanak, pedig 2-3 óra állt rendelkezésre, hogy mindent kipróbáljanak. Csak hogy ezek a fiatalok már tudják, hogy amikor trambolin, gokart, bohóc műsor, lufihajtogatás és még sok-sok minden más is kínálkozik minden évben a gyereknapon, akkor bizony ez a 2-3 óra néha kevés. Reméljük, hogy sokan leszünk, az időnk is jó lett már a végre, és most, hála Isten, nincs az, hogy Barcson is gyereknap van, hogy a gyerekeket elviszik. Minden gyereket megpróbáltunk értesíteni, kicsiktől nagyokig, óvodástól iskolásig mindenki megtalálható. Nagyon jó a gyereknap, és nagyon sok mindent csináltunk, és volt kötélhúzás, meg volt rókagyűjtés. Ahol 3 rókát is megtalált Gergő a téren, de most sajnos muszáj volt futni tovább, mert zajlott az aszfalt rajzverseny.
Mint hallottuk a jelenlévőktől, a gyermeknap elmaradhatatlan rendezvény, nagyon várják és szereti mindenki. Egyfajta családi időtöltés és találkozóhely a felnőttek számára is, akik beszélgetnek és nosztalgiáznak, miközben a gyerekek végigjárják, kipróbálják és teljesítik a játékos feladatokat. Különböző feladatok lesznek, és itt minden gyerek kap egy nyomdát, és amelyik gyereknek a legtöbb nyomda lesz a nyakába a kártyán, az külön ajándékot fog kapni. Itt a célba dobó verseny, a kötélhúzáson, ha részt vesz, zsákbafutás, aszfaltrajzverseny, és ebbe a szülők segítségét nagyba igénybe vettük, hogy mindenhol legyen egy szülő, aki felügyeli, hogy ne legyen keveredés, hogy ki kapott több nyomdát vagy kevesebbet. Persze nem csak felügyelők lesznek, hanem sok esetben segítségek is, mint például a zsákbafutásnál vagy a kötélhúzásnál, ahol a tanácsok is jól jönnek. No és ők azok, akik folyamatosan töltik fel a rákcsa és italasztalt, akik szórják a cukorkát, vagy épp adják az ajándékokat. Minden gyereknap úgy volt, hogy a szülők segítségét igénybe vettük. Van olyan, akinek már nincsen kisgyereke, de szívesen eljön, segít, nagymamák jönnek segíteni, vagy akinek már kinőtt a gyereke, de azért a közösségben részt vesz az ilyen aktív munkákba, segítségbe. No és a fánk készítésben, mert az sem maradhat el a fánkevő versennyel egyetemben, volt mit kóstolni és falni. A finom, hólyagosra kelt, szalagosra sült finomságból 160 darab készült. Aki a sok édesség mellett még mindig éhes maradt, vagy esetleg egy kis sósra vágyott, az kérhetett pizzát is. Drávaszentesen hasonló dínomdánon várta a gyerekeket ezúttal a Nemzeti Park bemutató központjának udvarán, ahol már az ajtóban finom illatok fogadták stábunkat. Mentünk hát mi is az illatok után. Jó napot! Jó napot kívánok! Mi készül itt? Hát lángos. Minden évben készül a gyerekeknek finom tejfölös, sajtos, fokhagymás, kinek milyen tetszik. Lehet válogatni, 8 kiló liszt, 6-8 liter olaj, egy csomó asszony, aki csinálja, a lányok asszonyoknak a baráti köre, polgárőrök segítségével, a kettő szinte összefor, úgyhogy ilyen közösen készül. Igazi összefogás ez a szentesi gyereknap, hisz a Polgárőr Egyesület és a Lányok Asszonyok Baráti Köre, valamint a Móricz Zsigmond Művelődési Központ mellett ezúttal Nemzeti Park is együttműködő, és a rendőrség is, mégpedig a közlekedés rendészeti osztály baleset megelőzési vetélkedővel. Általában azért mindig van a gyerekeknek egy alap báb előadás, egy alap trambulin, egy kis lufi hajtogatás, egy kis arcfestés, és akkor most kiegészül még egyfajta ügyességi vetélkedőkkel, amely úgy néz ki, hogy az egyik csoport azt fogja csinálni a kettő gokártal, amit a mutatványosaik hoztak magukkal, azt igénybe szeretnénk venni el az ügyességi vetélkedőre, ahol egyfajta megpróbálunk egy olyan gondolatmenetet felépíteni a gyerekeknek, hogy hogyan kell biztonságosan, okosan közlekedni, amely a többi közlekedőre is tekintettel van. Minden lehetőséget megragadunk, amikor felkérést kapunk iskoláktól, önkormányzatoktól, bármilyen rendezvényre, ahol a gyerekeket megszólíthatjuk, a gyerekeket közelebb hozhatjuk egy kicsit a közlekedés biztonsághoz. Alapvetően ez az a cél, amiért szeretnénk együtt dolgozni mindenkivel. Az elmúlt években már a Faluház környékén szerveztek és rendeztek akadálypályákat és ügyességi kerékpárversenyeket. Most a Nemzeti Park adta új helyszín, új állomásokat és feladatokat hozott. Közlekedés jellegű feladatokat kaptak, kérdéseket korosztálynak megfelelően. Volt nehezebb, bonyolultabb, egyszerűbb. A lényeg az volt, hogy gyarapodjon a közlekedésbiztonsági ismeretük. A megfejtések alapján rókavadászat jelleggel jutnak egyik helyszínről a másikra, a helyszíneken pontokat tudnak gyűjteni, és szerencsére tudjuk jutalmazni biztonságot növelő tárgy nyereményekkel, jutalmakkal a legjobb fiú, illetve lánycsapatot, legalábbis ez a tervünk. A helyszínek között barangolva még bűnmegelőzési kérdések is elhangzottak, de gokárttal gyakorolhatták a helyes kikerülést, kanyarodást, az elsőbségadást például gyalogos átkelőnél. Amíg a gokártok küzdöttek a dombbal, a vezetők pedig a slalommal, addig mi körbenéztünk. Láttunk lufiból hajtogatott csuklódíszeket,
szépséges arcfestéseket, melyeket már a szervező asszonyok arcán is megcsodáltunk, ma is voltak csúszók, mászók, ugrálók, mosolygós önfeled gyerekek. Én bízok benne, hogy nagyon sok gyermek itt van továbbra is, és színes programot tudunk nekik biztosítani. Hála Isten, az időjárás az kegyes hozzánk, éppen ideális. Ez a zöld környezet meg nagyon jó. Bízunk benne, hogy minden gyermek itt meg fogja találni azt a programot, amire leginkább vágyik. Például a Boholcot, vagy a zenés műsort, vagy csupán a közös élményeket. Lehet azt is megbeszélték, hogy a következő szombaton majd a Barcsi gyermeknapon találkoznak, amikor délelőtt 10 órától késő délutánig várják programok a városközpontba érkezőket. Bölcsisarokkal, ugrálóvárral, arcfestéssel, lufikkal, kézműves sátrakkal, zenés produkciókkal és rendőrségi bemutatóval is. A folytatásban természetvédelem. Az elmúlt időkben átvették a rackajuhok az egykori marha legelőket Barcs környékén. A száraz homoki gyepen legelő őshonos magyar fajta barcsi állományát már ki is terelték a nyári legelőkre. A köznyelvben ősborókásként megjelenő kultúrtája a környék és a Dunadráva Nemzeti Park egyik legismertebb látnivalója. Névadója a boróka, bár égöv szerte elterjedt növény, természetes körülmények között ilyen állománya nem alakul ki, mivel nagyon fényigényes faj árnyékolás hatására elpusztul. Bár elsőre furcsának tűnhet, de a mára védetté vált tájat antropogén hatások, tehát emberi beavatkozás formálta ilyenné. Tájképi jelleg a legeltetés hatására alakul ki, mert annak idején, amikor ugye a gyepeket tisztították, a borókákat meghagyták, és a legelő állat sem bántja a borókát, és ezáltal meg tudott újulni, és mivel fényt kap, ezért szaporodni is tudott, és így alakulhatott ki maga a borókás, ami a legeltlés, a legeltetéses gazdálkodásnak gyakorlatilag egy ilyen követője. Hát ezen a területen, ahol a boróka is jól érzi magát, nyilván mindenhol nem, a mélyfekvésű területeken nem, de ezeken a homoki legelőkön a boróka jól érzi magát, és így maradhatott meg, így fejlődhetett ki ilyen borókás állomány. Az évek alatt a legeltető állattartás visszaszorult, és 2000-ben egy kiterjedt tűz is pusztított a borókásban. A katasztrófa után a Nemzeti Park szakembereinek olyan invazív fajokkal kellett szembenézniük, melyek korábban nem voltak jellemzőek a helyi homokpuszta gyepekre. Olyan megoldásra volt szükség, ami egyszerre orvosolja a marhacsordák eltűnéséből fakadó problémákat, de a vegetáció szempontjából is hasznos. Itt korábban marhalegelők voltak, de akkor még a mélyebb részeken is fű volt. Aztán az idő előre haladtával ezek a mély részek erdősültek, főleg égerrel, kicsit magasabb részek nyírrel és tölgyel, és csak a száraz homokdombtetők maradtak meg. Így ezt a olyan fajtát kellett választanunk, amely ezt a mostoha körülményeket, ezt a száraz homoki gyepet is képes legelni, és fent tudja tartani magát, és így került a választás a racka juhra, vagy magyar juhra, amely ugye az Alföldön ezekhez a területekhez, hasonló területekhez volt szokva, és ő neki ez megfelel az élet feltételeinek. Bár ősi magyar fajként tartjuk számon a rackát, fontos leszögezni, hogy nem a honfoglalással hoztuk magunkkal, hanem az itt letelepedett lakosság alakította ilyenné a fajtát. Jól bírja az extenzív gazdálkodási körülményeket, évente egyszer üzekedik, bárány a tél végén, tavasszal születik, pont a kihajtás előtt, így nem igényli az intenzív takarmányozást. Ez a jelenleg meglévő racka, ugye a fekete és fehér színváltozata, ez évszázadok óta megvan, fixen rögzült. Az állománya jelentősen zsugorodott az elmúlt évszázadban, de most már többfelé találkozhatunk vele. Még mindig a problémásabb színváltozat, az a fekete, abból lényegesen kevesebb van, szerintem talán ötöd része a fehér állománynak. Emiatt is választottuk ezt a feketét, hogy amennyire lehet, a Nemzeti Park ebbe még tud segíteni, hogy ez a fajtából több legyen, akkor inkább ezt a színváltoztatot választottuk, és ezt próbáljuk megfelelő minőségbe tenyészteni. A somogyi homoktalajok nagyban határozzák meg a táj arculatát. A történelmi időkből fennmaradt feljegyzésekből tudjuk, hogy bár hatalmas kiterjedésű erdőségek jellemezték belső Somogyot, a lápos területek miatt nehézkes volt a fa elszállítása, ezért inkább helyben hasznosították azt, például hamuzsírfőzéssel. A száraz homokpuszta gyepek és a vízzel elárasztott területek kettőssége még ma is jellemző a tájegységre.
A homoktalajnak itt jönnek a tulajdonságai előtérbe, hogy mivel egy hullámos felszín van itt belső somogyban, a domtetőkön, ugye a homok nem tartja meg a vizet, leszivárog a mélyebb részekbe, és ahol ezek a vízzáró rétegek alakulnak, ezekbe a kis medencékbe megmarad a víz, a nedvesség, és ezáltal optimális feltételeket nyújt a fászáróaknak. Ahol viszont túl mély, ugye a darányi nagyberekről, ha beszélünk, ahol viszont túlmély ez a terület, ott állandó vízborítás alakul ki, ott viszont láposodási folyamatok indulnak meg, ahol lábterületek alakulnak ki, ami természetvédelmi szempontból talán az egyik legfontosabb élőhely ezen a vidéken. A darányi nagyberek szigorú védelem alatt áll, így látogatása csak külön engedéllyel és szakértő kísérettel lehetséges. Különlegessége pont az érintetlenségében rejlik, így érthető, miért óvják a kíváncsi szemektől. A borókás rackái viszont a 6-os főútról is jól láthatóak, sok esetben lassítanak is az elhaladó autók, hogy jobban szemügyre vegyék a nyájat. Klasszikusan itt a 6-os út és a vasút között, ahol a legeltetés ilyenkor elkezdődik, ez egy 20 hektárnyi terület, és innét északabbra van még egy olyan 30-40 hektár, amit legeltetünk. Azt lehet mondani, hogy körülbelül 60 hektár az ilyen nyílt terület, amit legeltetünk. 5 hektárról indult ugye maga a gyep, és az lenne a célunk, hogy egy ilyen 100-150 hektárnyit fent tudjunk tartani a valaha körülbelül 1000 hektárnyi borókás legelőből. És ehhez a területhez hát 10 állattal kezdtünk a borókás leégése után, 10 darab anyaű került a területre és egy kos. Jelenleg 200 anyaállat van, 4 tenyészkosunk van, és körülbelül olyan 170 bárány, ami kint legel. A legeltetett terület kiterjesztéséhez természetesen időre van szükség. Az elmúlt csak nem 20 év jól reprezentálja, hogy kellő türelemmel és persze munkával megmenthetők természeti értékeink. Ennyi fért e heti krónikánkba. Lássuk még egyszer a főbb témákat röviden. Barcson is megkezdte működését a támogató szolgálat, amely a mozgásukban akadályozottak hétköznapjaiban nyújthat segítséget. Új irodát is kaptak a munkájukhoz az egyesület segítői. Veszteséges vállalkozásból nyereséges lett 5 év alatt a megváltozott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztató Barcs Tex. A testület legutóbbi ülésén ezt a beszámolót is tárgyalta. A Lehet más a politika Utcai Standon népszerűsítette programját Demeter Mártával. Az LMP egyik célja, hogy az uniós pénzekből ne a nagyvállalatokat támogassák, hanem a kisvállalkozásokat, így helyben tartva a munkaerőt és a hasznot is. Bájer Zsolt betegsége miatt Mencer Tamás államtitkár érkezett a Kereszténydemokrata Néppárt kampány zárójára Barcsra. Az államtitkár szerint az európai polgárok most először mondhatnak véleményt a bevándorlásról, ami át is színezheti az Európai Parlament politikai térképét. Mára már 200-as állományt számlál a drávaszentesi rackanyáj. A rackák a parlagfű ellen is kiválóan dolgoznak. Megkezdődött a gyermeknapok sora a település részeken. Drávaszentesen és Somogytarnócán vasárnap foglalt lesz a faluháza szavazás miatt, így már vendégül látták a gyerekeket a hétvégén. Jövő héten is várjuk Önöket majd friss beszámolókkal és választási eredményekkel is itt a Híd Televízióban, a Barcsi Krónikában. Addig is várjuk észrevételeiket és javaslataikat a megszokott elérhetőségeken, amelyek a képernyő alján is láthatóak. SMS számunk tehát 7639-1027, elektronikus levelet pedig az infokukac@barcsmedia.hu címre írhatnak nekünk, és persze kereshetnek minket a Facebookon is. Találkozzunk tehát egy hét múlva a friss Barcsi Krónikában. Viszontlátásra!